Deportálások, válogatott kínzások, megaláztatások, halálbüntetések, ilyen embertelenségeket kellett elviselniük közel 75 éve azoknak, akik a holokauszt áldozatává váltak. Ezekre az eseményekre emlékezik az Életmenete Alapítvány is, hiszen ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Vendégeim a témában Gordon Gábor, az Életmenete Alapítvány elnöke, és Pajor Tamás, előadó művész. Mennyire foglalkoztatja az embereket a múlt? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy foglalkoztassa, és nekünk az egyik legfőbb célkitűzésünk a oktatás, az emlékezés és az emlékeztetés. És ezért is hoztuk létre az Életmenet Alapítványt Magyarországon is. Ezt jó, hogy mondta, hogy oktatás, mert erről rögtön a fiatalok jutottak eszembe, és valóban az ember azt gondolja, hogy a fiatalok felé jusson még ezzel, mert ők fogják majd továbbvinni az ő gyerekeik felé, hogy ne szakadhasson el. Igen, pontosan. Nagyon fontos feladatunk az oktatás, mint mondtam. Az alapítványnak van egy eredeti a deportálások, amiben deportálták az embereket Auschwitzba, egy ilyen marhavagon, ami be van rendezve, és ez az országot járja egész évben, és most már több mint 40 ezer látogatója volt a kiállításnak, és nagyon nagy érdeklődés van vidéken is. Összefüggésben van a berlinivel, ahol ugye kisebb probléma támadta, amikor nem engedték be, végül nem adták meg az engedélyt a vadonatúj főpályaudvarra. Nincs összefüggésben, mert mi ezt 3 évet csináljuk Magyarországon, és most hallottam én is, hogy Németországban is egy ilyen vagon járja az országot. Semmi, a két vagon azt nem tudja akkor ezek szerint, hogy annak politikai oka, vagy bármiféle üzenete volt, vagy csak technikai? Szerintem akadálya. Technikai, nem hiszem, hogy politikai. Németország azt hiszem, hogy szembenézett a múltal. Pláne erre figyelniük kell kínosan. Ha már oktatást említett, akkor azért mondja el, hogy milyen módon lehet még. Ez a vagon nyilván segítség, főleg azért, mert el is megy, tehát akár vidékről, ugye nagyon sokszor tudjuk, hogy gond az, hogy minden Budapesten van, és azért messziről felutazni problémát okoz. Igen. Hát ez az egyik legfőbb dolog, ugye, hogy el tudunk jutni a vidéki érdeklődő emberekhez is. Másrészt nagyon sok nem zsidó iskolába járunk történelmi órákra, vagy osztályfőnöki órákra, ahova iskola vezetése beenged minket, és tudunk beszélni a holokausztról. Másrészt pedig ugye az Életmenet Alapítvány rendezvényei, ami teljesen nyitottak. Minden évben január 27-én megtartjuk az ENSZ holokauszt emléknapját. Április 16-án a Magyarország holokauszt emléknapja van, ugye mai nap a budapesti életmenetét, és a zsidó naptár szerinti nemzetközi holokauszt emléknapján Auschwitz-Birkenau-ba egy zarándoklatot szervezünk, illetve nem csak mi, ezt a nemzetközi szervezetünk csinálja, és 53 országot érint ez, és idén május 1-én lesz az Életmenete napja Lengyelországban, és közel 10 000 zarándok jön oda erre a napra. Mindjárt rá fogok kérdezni arra is, hogy mi lesz például a mai felvonuláson, illetve majd mi lesz május 1-én. Csak az érdekelne, hogy miért tartja fontosnak Tamás, hogy jelen legyen, és hogyan tud például akár, hogyha itt hangsúlyoztuk is azt, hogy előadó művész, és előadó művészként. Hát több okból, először is személyes érintettség okán, tehát felmenőimet szintén deportálták, kirabolták és kivégezték ebben a szörnyű időszakban. Másrészt azért is, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, amit nem lehet a szőnyeg alá söpörni, és nem csak a magyarországi újraéledező nyilas vagy új nyilas mozgalomra gondolok, hanem arra is, hogy nemzetközi méretekben is megjelent az antiszemitizmusnak egy új formája, ez pedig az Izrael ellenesség, amely igazából a jelenlegi zsidóság számára elnézést, sokkal nagyobb kihívást jelent, mint az Európában jelenlévő antiszemitizmus, hiszen ez Izraelt létében fenyegeti. Hogyan tud jelen lenni? Előadó művészként is jelen van? Igen, el fogom énekelni a Rosenberg Dani című dalomat, közösen Heilig Gáborral és Gerendás Péterrel. Nézzük akkor a mai eseményt, mire számíthatunk. Este 6 órakor találkozunk a Dohány utcai zsinagóga előtt, onnan fáklyás menettel, ugye ez az Életmenete Budapesten a Dunapartra, a Cipők emlékművéhez vonulunk. Ott lesz egy színpad, és igen, hosszú műsor lesz, de azt hiszem méltó megemlékezés. Többek között a Budapest Klezmer lép fel, Svejtzer professzor úr, Demszki Gábor mond beszédet,
Dés László előadó művész, Szőke András egy Radnóti verset fog mondani, itt lesz a Kolete Avital asszony, ő az izraeli parlamentnek az alelnöke, Lomnici Zoltán fog beszélni, Erdő Péter bíboros úr képviseletében Székely János püspök úr fog beszélni, Daróczi Ágnes a roma áldozatokról emlékezik, Kertész Imre Nobel-díjas író üzenetét Szellő István az est műsorvezetője fogja felolvasni, és a végén a Tamáséknak ez a közös produkciója lesz, majd 600 fehér színű virágot fogunk a Dunába szórni a 600 ezer magyar áldozat emlékére. Kell-e félniük bármiféle atrocitástól? Én azt gondolom, hogy nem. Az életmenet az emlékezésről szól, és nem a napi politikáról. Milyen mértékű volt a magyarországi holokauszt? Hát, mint tudjuk, hogy 600 ezer embert deportáltak, ezek nem csak zsidók, romák, másságuk érüldözöttek, vagy politikai meggyőződésükkel, és ugye 6 millió az érintett áldozat. Minden tizedik magyar. Igen, igen. És hát azért arról sem szabad elfelejtkezni, hogy sokan a teljes vagyonukat próbálták latba vetni a megmenekülés érdekében, ám sikertelenül. És így gyakorlatilag nem csak a zsidóság nagy részének a megsemmisítése, hanem a vagyoni kifosztása is megtörtént ezzel egyidejűleg, ami hát azt gondolom, hogy egy fájó sebet hagy egy nemzet testén, és nagyon örvendetes az, hogy az elmúlt években állami vezetők, politikusok is, meg a kultúra képviselői is egyre határozottabban kifejezik a bűnbánatokat. Igen, pont erre szerettem volna, hogy ez mennyire segíti a munkájukat, illetve nyilván ugyan önök is a munkájukkal sokat tettek ezért, hogy valóban sokszor esik szó, tehát olyan mértékben esik szó, hogy nem hessenek el a fiatalok mellette. Tehát ha más nem, ha sokszor hallják, hogy holokauszt legalább, akkor azért rákérdeznek majd egy idő után, hogy de hát miről is beszélnek. Itt most ugye az egészen fiatalokra gondolok, és akkor el lehet nekik mondani. Igen, nagyon fontos, amit mondtam, az a vagon is, ami járja az országot, ebben van egy emlékkönyvünk, ahova megkérjük a gyerekeket, hogy a gondolataikat, igen, bejegyzés formájából rögzítsék, és tényleg olyan érdekes és annyira fájdalmas bejegyzések vannak, hogy nem is gondolná az ember. Megérték? Meg. Én azt gondolom, hogy úgy van ez a tárlatvezetés, hogy egyszerre behívunk a vagomba 80 vagy 100 gyereket, behúzzuk az ajtót, ilyen képek vannak kirakva a falra, és akkor ilyen félhomály van, és ott mesélünk nekik a holokausztról, és így át tudják élni, hogy 80-100 ember be volt zsúfolva egy ilyen vagomba. Milyen más esemény lesz még? Ugye a május 1-ét említettük. Igen. Április 30-án este 11 autóbusszal utazunk most Lengyelországba. Május 1-ére ugye a Nemzetközi Életmenete napja. Szekeres Imre honvédelmi miniszter úr fog idén a meghívásunkra ott beszédet mondani, az izraeli nagykövet asszony is részt vesz ezen a programon. Közel 400 utazó jön velünk, és bárki jelentkezhet erre az útra. Ezt nagyon fontos elmondanom. Az interneten, a honlapunkon keresztül, a www.életmenete.hu oldalon, még vasárnapig fogadjuk a regisztrációkat. De természetesen lehet önállóan is kijutni? Az életmenete napján nem. Ez egy nagyon nagy rendezvény, és nagyon nagy biztonsági intézkedések vannak ilyenkor. Amúgy egész évben látogatható a múzeum. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, békés megemlékezést kívánok. Mi is köszönjük. Köszönjük.